Intézetünkbe egyre több hangképzési zavarral küzdő gyermek jelentkezik. Problémájuk, beszédhibájuk hátterében, legtöbb esetben rossz hanghasználat vagy fejlődési rendellenesség áll. Ezért fontos, hogy a logopédiai kezelést minden esetben orvosi vizsgálat előzze meg. Az orvosi, foniátriai vagy orfüli egészeti diagnózis tükrében állítjuk fel a pedagógiai kezelés menetét. Sok éves tapasztalatunk szerint a hangképzési zavar az egész beszédviselkedést megváltoztatja. Ezért szükségesnek látjuk, hogy a hangterápiát mozgásterápia és pszichoterápia egészítse ki. Intézetünkben lehetőség van egyéni és csoportos terápiára is. A hangképzési terápia elsődleges feladata a helyes, ahogy mi szoktuk mondani, jó hang megtalálása. Ehhez szükséges a lazítás, a saját testre való figyelés, a helyes légzés elsajátítása, az auditív figyelem fejlesztése, a hangmagasság beállítása, a lágy hangindítás kialakítása, továbbá a beszédtechnikai elemek, úgy mint hangerő, beszéddallam tökéletesítése. Gyertek, köszöntsük egymást, ahogy szoktuk. Szia, Dávid! Szia, Gábor! Szia, Edith! Szia, Dávid! Szia, Edith! Sziasztok! Sziasztok! A hangképzési problémával rendelkező gyerekek testtartása szinte kivétel nélkül feszes. Szia! 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 Ez megfigyelhető beszéd közben és alapállapotban is. Vállukat felhúzzák, a mellkasuk megemelkedik, feszített a nyakizomzat, valamint az arcizmok. Ezért a terápia során jelentős szerepet kap, hogy megtanuljanak figyelni a saját testükre, és megtanulják ellazítani azt. Hóemberek leszünk, és képzeljétek el, hogy a hóemberek a hideg télben mereven megfagyva állnak kinn az udvaron. De a télnek lassan-lassan vége, megérkeznek az első tavaszi napsugarak, rásütnek a hóemberekre, ahogy melegíti őket a napocska, egyre jobban fellazulnak. Kisebb gyermekeknél ezt indirekt gyakorlatokkal segítjük, olyan játékokat ajánlunk föl, amelyekkel tudattalanul is ellazítják az izmaikat, és fokozottan odafigyelnek a testükre. Aha. És elfekszik a hóember. Lazán fekszik a földön. Azt kérem tőletek, hogy fogjatok meg egy-egy citromot, epret, jó, most epret fogunk meg, jó kemény epreket, megfogjuk és elkezdjük kifacsarni ezt az epret. Jó kis eperszörp lesz belőle, facsarjuk, és most elengedjük, hogy elmúljon az epret. A 7 és 9 éveseknél már egyre több tudatos elemet hozunk be, de még megmarad a játék. Leszáll egy-egy kis legyecskéd a szobába, leszáll az orrotokra, nem szabad oda nyúlni kézzel, grimaszolva tudjátok elvizdeni. De csúnya. Na, az már én is szállt a te kis legyecskét. Homlokunkat is beláncolhatjuk. Elrepült. Legnagyobbaknál már tudatos relaxációval dolgozunk autogén tréninggel. Diszfóniás gyermekeknél mindig helytelen a légzés technika. Ez nyugalmi helyzetben és beszéd közben is jellemző. A levegőt kizárólag mellkasba veszik, felső testüket befeszítik. Emiatt a beszédhez minimális levegőt használnak. A légzés tanítását akkor kezdjük el, amikor a testük izmait már tudják kontrollálni. A helyes légzést meg kell tanítani. Először nyugalmi helyzetben tanítjuk a hasi légzést, majd csak a későbbiekben kötjük össze hangadással. Hát, nézzétek, levegő. Jó, így szeretném kérni. Intenzív kifújással ráéreznek a rekeszizom munkájára, és ezáltal megérzik a rekeszizom erejét. Az az Ádám, nagyon ügyes vagy. Következő lépés, hogy a figyelmüket megosszuk. Azaz elérjük, hogy automatikussá váljon a hasi légzés. Még egyszer szeretném kérni utoljára. Levegő.
kedvenc játékom a Lego. Az én kedvenc játékom az ipjapacs bujócska. Az én kedvenc játékom a tanulás. A gyermekek a legtöbb esetben nem érzékelik azt, hogy hangjuk társaikéhoz képest mélyebb, reket vagy suttogó. A gége számára optimális hangot akkor tudják a hétköznapokban is biztonsággal használni, ha a fülükkel megtanulták megkülönböztetni a helyes és helytelen hangot. Sikerült neki? Nem! Magasan volt. Na, lássuk a következő alattvalót. A legkisebbeknél a tiszta hang megtalálásához kiváló lehetőség a bábozás. Jó! A király apródja szerepében észrevétlenül épül be a fülükbe a jó hang. Nagyobb gyerekeknek pedig CD-ről lejátszott mondatokról kell megállapítaniuk, melyik a helyes, melyik a helytelen. A következő rossz. Ha kérik, kérsz a szendvicset, és azt mondod, hogy rendítsek, soha ne kérj rá ketchupot, mert lecsöpög. Milyen volt ez a hang? Rátom. Reke mély. Nagyon ügyesek vagytok, ügyesek voltatok. És Blanka, te mit csináltál a hétvégén? Szülinapoztam. Kinek volt a szülinapja? Az unokatestvéremnek. És mit csináltatok a télen? Játszottunk, ott voltunk a köztéren. Néztük el, akkor ott volt olyan pocsipályát. És mi volt a nyeremény? A diszfóniás gyermekek hangmagassága nem megfelelő, általában mélyebben szól. A préselés, feszítés következtében helytelen hangmagasságot használnak. A hangmagasság beállítását akkor kezdjük, ha a jó hang megvan a fülben. Ó, ki lesz az első jelentkező? Blanka. Ó, Blanka. Orsi segít megszólaltatja, mi pedig beszéljük. Hasba a levegő. Mivel gyerekeknél az alap C hang hangmagassága helyes, ezt a hangot használjuk, ezzel gyakorolunk. Itt először lágy, könnyen megszólaltatható zönge hangokkal kezdjük a gyakorlást. Jól van, ügyes voltál. Ezt követően a hangadást összetett kommunikációs feladatokhoz kötjük. És figyeljetek a ritmusra, jó? Próbáljuk meg a ritmust tartani közben, miközben a labdát is adjuk, a hang is legyen szép, és figyeljünk a ritmusra, jó? Amikor már a ritmust is be tudjuk kapcsolni, gyakorlatilag stabilizálódott a jó hang, helyes zönge. Kutya! Aha, majd tudod még egyszer mondani? Kutya! Hangképzési zavar esetén gyakran előfordul, hogy a szó kezdete kemény. Ilyenkor a hangszalagok összeütődnek, feszesen zárnak, ami a nyálkahártya sérüléséhez vezet. Meg kell tanulniuk a gége számára a legoptimálisabb lágy hangindítást. Te Lábujjhegyre állsz, én meg Sarokra. Bim. Bam. Nagyon jó. Bim. A lágy hangot 5-6 éves korban a legideálisabb kialakítani. Életkortól függetlenül ez mindig része a terápiának. Bam. Bim. Bim. Lágyan. Bim. Marika. Aha, még egyszer. Marika. Marika. Előképzett hangokat használunk ahhoz, hogy a gyermekek megérezzék a lágy zönge hangot, a mellkas és az ajkak vibrálását. Magyar. Még egyszer. Magyar. Magyar. Aha, figyelj, hogy levegővétel közben nem emelkedjen a vállad. Összepakolunk a bőröndbe a nyaraláshoz. Tegyetek bele különböző tárgyakat a bőröndbe, amik kellenek. Miután biztos a légzés, a hangmagasság és a hangindítás is lágy, nekifoghatunk a helyes levegőbeosztás tanításának, hisz nem árt, ha a mondat végén marad egy kis levegőnk. A gyakorlatok lényege, hogy egy-két elemből indulva egyre nagyobb egységeket tudjanak elmondani. Baba labda csizma. Baba labda csizma maci. A kisebbeknél egy profilú a feladat.
Arra törekszünk, hogy egy dologra koncentráljanak, a levegőbeosztásra. Szoknya hint a sárga barack, maci, homokozó. Bohóc orvos. Bohóc orvos, botnál. A nagyobbaknál több profilú a feladat. A levegőbeosztás mellett gondolkodniuk is kell, figyelniük kell egymásra, így válik majd automatikussá a levegőbeosztás. Igen, hogy a vállad ne emelkedjen, azért teszem ide a kezemet, hogy tudd, hogy hova kell a levegőt venni, és segítsek neked. Bohóc orvos, Bodnár Varga. Elég, hogy elmondod még egyszer. Bohóc orvos, Bor... Bodnár. Bohóc orvos, Bodnár Varga. Peti? Peti. És kérdezz valakit a valakinek. Dóri. A komplexebb beszédtechnikai elemek, úgy mint a hangerőfokozás és beszéddallam gyakorlatok is része a terápiának. A diszfóniás gyermekeknek ugyanis problémájuk van a hangerő szabályozásával is. Zsófi? Az erőltetett, préselt hangképzés, kiabálás káros a gége izomzatára és a hangszalagokra. Egy, egy. Egy, egy. Próbáld halkabban az elsőt. Egy. Kettő. Kettő. Ha már kialakítottuk a helyes hangképzést és légzéstechnikát, megtanítjuk a gyermekeknek a fokozatos hangosítást és halkítást. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Hétfő. Kedd. A hangerőfokozásnál figyelni kell arra, hogy a hangmagasság ne változzon. A helyes zöngehang stabilizálása után fontos, hogy a beszéddallam kialakítására is figyeljünk. Miért kiabálsz? Nem kiabálok. Mondd hangosabban. Nem kiabálok. Azért dolgozunk kérdésfelelet gyakorlatokkal, hogy változó beszéddallam mellett is meg tudják tartani a jó hangot. Miért kiabálsz? Nem kiabálok. Egyel magasabb szinten kombináljuk a hangerőfokozás, illetve a beszéddallam gyakorlatokat. Miért kiabálsz? Nem kiabálok! Miért kiabálsz? A diszfóniás gyermekek hangterápiáját mozgásterápiával, kontaktimprovizációs foglalkozással egészítjük ki. A kontakttáncban használt testtudati gyakorlatokkal stabilizáljuk a légzéstechnikát és az izomtónust. Sétálunk, veszünk nagy levegőt, és aztán kifújjuk. Akkor, ahogy kifújja a levegőt, belehaladhatsz a földbe. Azaz, puhán, puhán. Le egészen a földre. Az óra bemelegítéssel kezdődik, ahol ellazulunk, és ebben az ellazult állapotban megpróbálunk önmagunkra és a másikra hangolódni. Egymás változó tempójú ringatásával mély benyomásokat szerzünk nem csupán az izületek kapcsolódásáról és az izmok feszítettségéről, hanem az egész test és a légzés közös áramlásáról. A levegő és a test rezgésének megélése előkészíti a teljes toldalékcső rezonanciájával történő hangadást, vagyis a tisztán zengő hangot. Minél jobban érzik a gyerekek a rezgést, annál jobban szólal meg a hangjuk. Szép lassan a Mia elindítja saját magától a mozdulatát, mi pedig csak megérintjük, és jöhet a hang is, a levegő is. Megérintjük, ott még puhább lesz. A hangadással történő kontaktelemek a légzés és a mozgás összehangolása és tudatosítása után következnek. A toroksimogató varázshanggal kísért mozdulatok az emberi hang rezonanciájának teljes kialakítását, megélését valósítják meg. Ez egy hosszabb folyamat, ezért a hangterápiával párhuzamosan kell gyakorolni. A gyermekek azonnali visszacsatolást szereznek hangjuk testükre gyakorolt hatásáról, hiszen egy keményebb hang szinte szétdarabolja, megfagyasztja mozdulataikat. Éppen ezért fontos, hogy ezeket a gyakorlatokat laza, puha testtel végezzük, hisz a hang is ekkor lehet lágy. Induljatok el, óvatosan, együtt. Mozoghattok mást is, nem muszáj így körbe-körbe. Le lehet omlani a földre, bizony, de a szemeteket le nem veszitek egymásról. Azaz,
de jó! Nagyon ügyes! A kontakttánc a legősibb kommunikációt hívja elő. A hangadással történő beszélgetés előfeltétele a teljes testtel történő felszabadult párbeszéd. Amikor a szemkontaktust tartva párban mozognak a gyerekek, már nem csupán a sajátjukat, de a társuk mozgását, tempóját is össze kell hangolniuk egy közös táncá. Veszünk egy nagyon nagy levegőt, és együtt fújjuk ki, és úgy mozdulunk. Fú, hallhatom is, igen. A gyakorlat rávezeti őket arra, hogyha nem csak a tekintetükre támaszkodva figyelnek egymásra, hanem együtt is lélegeznek, akkor jóval könnyebb együtt maradniuk a táncban. A közös légzésre való figyelem elemi szinten kapcsolja össze a párokat, segíti a táncukat, hiszen a légzés természetes módon adja meg a mozdulatok ritmusát, dinamikáját, gördülékenységét. Oda megyünk. Azaz. Ó, és leolvadunk. És fölfele, ugyanígy fölszívja magát a lufi, és föláll, és visszajön a helyére. Akár a mozdulatnak, a hangoknak is van magassága. Puha zuhanásokkal és elrugaszkodásokkal a gyermekek ezt is lemozoghatják. Az is leolvad, és pihet már, na még egyet! Hangmagasságukat változtatva kísérhetik az emelkedő vagy a süllyedő mozdulatot. Eközben azt is megtapasztalhatják, mennyivel könnyebbé teszi az ellendülést és a talajra érkezést a hangadás. Gyere, Ádám! Magasra föl, és fújod! Gyere, elkapnak, jó? Azaz! A felszabadult, tiszta, zengő, erőteljes hangadást a levegő erejének megérzése segíti. A légzés erejét pedig a mozgás dinamikája, ritmusa alapján érezhetik meg a gyerekek. Én ezt följön a hangot, és aztán le. Jó, na gyerek! Ugyazaz! A kontakttánc ezen elemeinek gyakorlásával ebben az elfogadó közegben a gyermekek elsajátítják a hangképzés fejlesztéséhez szükséges helyes légzéstechnikát, megtanulják szabályozni izomtónusukat és lelkiállapotukat. Ha az anamnézis felvétele során fény derül a tünetek pszichogéi jellegére, a diszfóniás gyermekek pszichoterápiában is részesülnek. És a hangképzés problémái gyakran abból adódnak, hogy olyan érzelmi impulzusokat folytanak el a gyerekek magukban, mint a sírás, a düh vagy a kiabálás. A pszichológiai beavatkozásnál a legfontosabb kérdésünk az, hogy mik azok a negatív emóciókat kiváltó okok, amelyek végeredményben a saját test ellen fordulnak és rekedtségként, szövetkárosodásként jelennek meg. Gitta most egy világjátékkal játszik. A világjátékban fölépíti azt a világot, amit éppen most szeretne, és sok mindent kirakott. Mindjárt el is fogja mondani, hogy itt minden van. A kutya meg a cica. Mit csinálott a kutya meg a cica? Ott üldögélnek. A pszichoterápiás folyamat során a rajzolást, közös játékokat, a beszélgetést használjuk, hogy fényderítsünk a tünet hátterében álló lelki, illetve érzelmi problémákra. A szülő-gyermek kapcsolat, a környezeti hatások, a gyermek érzelemkezelése állnak a figyelmünk középpontjában. És ők kicsodák? Ők kik? A nagypapám, a nagymamám, az apukám, meg az anyukám. Igen. És te hol vagy? És te hol vagy? Itt. Igen. Diszfóniás gyermekek családi hátterét gyakran jellemzik a következő hasonlóságok. Valamelyik szülő vagy biológiai szülő hiánya egészen kiskortól. Bizonyos személyiségzavarok megléte a családban, határok kezelésének problémája, családszerkezet problémái. A terápia során a gyermek számára feszültséget okozó belső konfliktusok teret kapnak, megjelenhetnek a rajzban, a játékokban, és így feldolgozhatóvá válnak. A gyermeki beszédfejlődés általában zavartalanul folyik le. A kamaszkor azonban még tartogathat veszélyforrást. Kritikus állomás a hang felnőtté válása, a mutáció. Ez a teljesen természetes folyamat is sérülhet. Ilyenkor a hang gyermeki magas regiszterben marad. Ez a mutáció tarda vagy rendellenes mutáció. Két hónappal ezelőtt ilyen volt a hangom, de most már ilyen lett.
Az iskolában többen emiatt csúfoltak, és amikor hangosan próbáltam beszélni, akkor nagyon gyorsan elfáradtam. Ha felmerül a mutáció zavara, és ezt az orvosi vizsgálat megerősíti, kezdődhet a hangterápia. 5, 6. A hangterápia során a gige pajzsporcának lebillentésével megkeressük a felnőtt férfi hangot. Se kettő, se tánc, se lépés, se bőrt, se kérdés, se dal, se ritmus. A fokozatosan felépített gyakorlatok stabilizálják, majd fényesítik az új, erőteljes, zengő hangot. Néhány hete már felszabadultabb tudok lenni az emberek társaságában, jobban meg tudom érteni magam, és ezt a barátaim is észrevették. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy baleset vagy beavatkozás miatt megsérül a gége. Ennek következtében a beteg akár a hangját is elveszítheti. Műtéti beavatkozás után nem tért úgy vissza a hangom, ahogy kellett volna. Reket volt, és ide ezt ajánlották, hogy itt segítenek rajtam. Bizonyos esetekben zavart vegyén a hangom, például az iskolában, mikor kis előadást kell tartani, akkor én abban nem veszek részt. Felelésnél is eleinte nem feleltettek, csak írásban. Azóta most már, hogy javulok, egyre többet szólalok meg. Műtéti beavatkozások után a legtöbb esetben csak új hangképzési technikával alakítható ki a teherbíró hang. Ha a beteg nem kap szakszerű segítséget, akkor minimális annak az esélye, hogy megtalálja a helyes hangot. A terápia egyedi. A gége állapotától, az orvosi javaslattól függően a betegre szabott, de a klasszikus diszfónia kezelés elemei megjelennek. Picit próbál meg egyenletesebben. Gyönyörű, nagyon jó. A hangadás, a középhang megtalálása állandó eleme a terápiás foglalkozásoknak, hisz ez a hang a gége lassú gyógyulásával együtt folyamatosan változik. Tréfa. Tréfa. Trabant. Trabant. Az egyenetlenül, vagy alig záródó hangszalagok esetében a hangindítás kialakítása a terápiás folyamat központi eleme. Gyakran előfordul, hogy több hónapos gyakorlás során érjük csak el a hangszalagok záródását, magát a hangadás képességét. A terápia fontos része a gyakran egy-két zenei hangra terjedő hangterjedelem bővítése. Honnét szomszéd? Honnét szomszéd? Ahol voltam, onnét? Ahol voltam, onnét? Mit evett? Mit evett? Eleget. Eleget. Mi jót? Mi jót? Hernyót. Hernyót. A tiszta hang kialakulása igen hosszú, gyakran több éves folyamat. Ezért az erőteljes, intenzív, terhelést is elviselő hang kiépítése többnyire megelőzi a végleges, zengő hang megjelenését. Hányat? Hetet. Hetet. Elég sokat járok iskolában, már sokáig vagyok ott. Próbálok minél többet gyakorolni a mellett, például reggelente, készülődés közben, vagy délután, amikor rögtön hazajövök, és felmondom a leckét, avval is gyakorlok. A türelemben és a kitartásban rejlik a titok, ami a gyermek, szülő és terapeuta közös munkájának eredménye, a tiszta hang.